No, üdvözlök mindenkit ebben a videóban. Hát sok mindent tervezek, aztán hogy mi lesz, azt nem tudom. Rikárival mindenképpen találkozom, és ugye most van az autómentes nap, és felveszünk egy bemenetelt, ahogy szépen a járművek, amik ugye ki vannak állítva, azok bemennek Kelenföldre. Holnap ugye vasárnap, tehát holnap ugye kijönnek majd újra, de most mi a bemenetelt rögzítjük. És nekem tervem azt az étterem, hát most már mondhatjuk, hogy lánc, mert három éttermük is van, ha jól néztem az oldalukon. Szóval azt az étterem láncot is megnézni, amit nagyon sokan mondtatok a Five Guys kapcsán, hogy nézzem meg a Simon's Burgert, és kóstoljam meg. Úgyhogy ez is tervben van ebben a videóban, hogy megkóstoljuk. Igen, azt észrevehetitek, hogy ez a csatorna a reggeli műsorral, a gasztró vonallal, illetve itt a retroautózással próbál kilépni itt a vasúti keretek közül. Ez nem azt jelenti, hogy vasúti tartalom nem lesz, de szeretném ezt a csatornát szélesebb spektrumba nyomni, és engem az sem fog zavarni, hogyha emiatt kevesebben nézitek a videókat, vagy leiratkoztok, mert nem érdekel ezen túl a vasút, mert az eddig is érdekelt és érdekelni fog, de annyi minden érdekelt eddig is, hogy szeretném most már azokat is betenni a csatornára, és keresjük Európa legjobb hamburgerét, úgyhogy továbbra is ajánljatok hamburgerezőket. Mindenképpen kérek mindenkit, hogy ezt a videót lájkolja, hogyha támogat ebbe a projektbe, nem csak a hamburgeres projektbe, hanem abba, hogy szélesebb spektrumba toljuk ezt a történetet, illetőleg iratkozzon fel, ha még nem tette. Most viszont menjünk, és mindjárt Ricsivel találkozunk. Itt vagyunk már a Gellért téren. Nem hazudok nektek, körülbelül fél éve voltam bent a városba. Várjatok? Akkor most mentem a Nyugatiból Csehországba. Hát jó, oké. Kőbánya Kispestről átvonatoztam a pályaudvarra, és a pályaudvar területét el sem hagytam. Szóval, ha azt belevesszük, akkor de voltam. De azon kívül nem. És mindig meg kell állapítsam nektek, mikor bejövök a városba, hogy én mennyire rühellem Budapestet, mármint ugye ezt a részét. Hihetetlen. Nekem olyan jó a külvárosba élni, mert én mindig felcseszem magamat, ahogy bejövök Budapestbe a belvárosba. Most mondtam el a nézőknek, mennyire rühellem a város. Igen? Igen. Hello. Mindig felcseszem magam, emberek vannak, meg tömeg. De miért vagy mindig ilyen negatív? Jövünk ide feelingelni, és akkor megint felcsöztem magam, mert be kellett jönni a városba. Vennél példát Rikáriról, el van itt. De te szereted, de leülni. Csongrád nem jobb volt? Jobb volt, igen. Ne rángasd a kamerát. Jó, csak Rikárira fókuszáljunk. Nagy látószögben vagy, hogy biztos látszol. Szevasztok, jó messze vagyok. Igen, úgyhogy megyünk feelingelni. Ez mint Rikári csinálja, itt leül szépen a fák tövébe, a padra, olvasgat, el van, mint a befőtt. Így kell csinálni, nem de rögtön, ezt a, ezt a József Attila lakótelepen is meg lehet csinálni, nem kell bejönni a szaros belvárosba. Nem szaros belváros, ne haragudjál, ez egy elért egy oldala, szép zöld. Amúgy most már érzed, hogy direkt csinálom a feszültségkeltést. Nem érzem. Nem, mert amúgy bennem tényleg van, tehát hogy... Ja. Az 1500-ast föl kell venni.
egyetlenben is jönnek a villamosok, az össze egy kis 1500-as kocsi. Csak egy kretén biciklis átment előtte, jól van. Zárja,
Végeztünk a hazavonulással a villamosok terén, a buszok maradnak, úgyhogy abból most nem lesz videó. És a Five Guys-os videómnál nagyon sokan írtátok a Simon's Burger-t. És a Ricsi egyébként abszolút nem egy ilyen Amerika fan, nem? Én nem, én egyáltalán nem. De most hát enni nem fogsz, bár mondjuk egyébként a krumplit direkt megkóstoltatok veled, mert arra kíváncsi vagyok. De a lényeg, hogy most elmegyünk, mert annyira ajánlottatok és annyira összefügg. Tehát ha már itt vagyok a Vámház körúton, vagy legalábbis a közelébe. Jó, de most úgy értem, hogy amikor kezdtük itt a... Vámház körút 9. Így van, csak is. Akkor gondoltam, kipróbálom a Simon's Burgert, úgyhogy keressük továbbra is Európa legjobb burgerét. Te már megtaláltad, Ricsi, Európa legjobb burgerét? Nem is keresem, nem vagyok akkora burgeres, hogyha valami jó helyen látok jóféle burgert, akkor megeszem, de nem vagyok nagy burgeres. No. Nem vagy, de kíváncsi, egyébként arra kíváncsi vagyok, hogy maga a helynek a hangulata hogyan fog neked bejönni, vagy nem bejönni. Amerikás? Igen. Hát akkor nem fog különösképpen meghatni, de nyilván stílustól függ, hogy mennyire stílusos a hely. No, kíváncsi vagyok. A hely tulajdonképpen a szegény ember Five Guys-a, egyértelműen egy kopi, ilyen szempontból a copyright zene miatt ugye most alá kell mondjam, és sajnos Ricsit sem hallhatjátok, amit itt mondott. Egyébként csak poénkodtunk, nagyon szűk a hely, nagyon picike a hely, és igazából nagyon sokan vannak, nagyon sok futár jön, és dolgoznak a srácok, kedves a kiszolgálás, ezzel semmi baj nincsen, de egyértelműen nagyon-nagyon lassan zajlanak a folyamatok. Nekem igazából annyira nem jött be. Nos, srácok, mennyi volt szerinted, Schlatzfer, kb. Mennyit vártunk erre a két burgerre? Hát most megmondom neked, hogy mennyi az idő, és körülbelül olyan, most 20 óra 25 van, ha jól látom, és szerintem na, kíváncsi vagyok, 3-4 órád biztos, tehát egy 7:30. Tehát csúcsidőben ne gyertek, mert ez így szombat este van, csak hogy nem tudják a nézők. Igen. Tehát ez csúcsidő, brutálisan sokan voltak, brutálisan sok jött futárként, vendégként, mindenhogy is. Megmondom őszintén, én, aki tegnap a Five Guys Bécsbe tapasztalta, azt mondom, hogy ez a szegény ember Five Guys-a, tehát ez a tipikus Magyarországban lekoppintottunk mindent, ami Five Guys. Egyedül a gyorsaságot nem, meg a területet nem, mert hogy rohadt nagy az étterem Bécsbe. De az ízekről még nem tudunk nyilatkozni, és direkt két ham... Jó, nem direkt, akkor mondjuk el, hogy elcsesztem, mert egyébként egy sült krumplit meg egy hamburgert akartam rendelni, és ehhez két hamburgert rendeltem. Szóval most Ricsi is meg fogja kóstolni, csak találjunk helyet. Van pad. Nekem jó? És még meleg? Még meleg. És ki fogja tartani a kamerát? Majd én. Nagy látószögben. De azon jobb. A mellettünk lévő padon ott a fény. Hátulról jön a fény. Hát jó, hát te most őszintén, tehát stúdió körülményeket éppen nem tudunk magunknak teremteni, nem? Minimum. Nincs a hátizsákodban a stúdió? Mondjuk elhozhattam volna a softboxot. Ha megmutatom, hogy kapjátok a kaját. Egyébként árban viszont sokkal jobb áron kapjátok, de hát nyilván a magyar pénztárcára van ez kitalálva, nem a Bécsire. Olyat majd én is szeretnék kérni. És itt van bent a két hamburger, pontosan ugyanúgy, ahogy a Five Guys-ba. Unboxing. Unboxing videó. Hamburger unboxing, csak nem dobozban van, hanem ilyen sztaniolva, kalifóriába. Na nézzük hát meg ezt. Ránézésre nem olyan nagy izé. Sajt a sajt, meg hagyma, paradicsom, ahogy látom. De pont az, amit te utálsz, az nem nagyon van benne. Mert te utálod a majonéz meg a joghurtot. Igen. Mindent, ami fehér és folyik, azt utálom. Ez mit jelent? Finom, de nem annyira, mint amennyit vártunk rá. Egyébként, de most jó, oké, ezt tegyük félre. Ha nem kellett volna várni, akkor 10 per? Semmi extra. Oké, de akkor 10 per, csak egy shot. Jó, várunk még. Jó, zaftos a húsi, meg izé.
de ez külső egy kicsit, mintha meg lenne pirulva. És ugye az ízvilágában semmi extra nincs, tehát olyan... Nem az, amit ő hasra esek, nem tudom, hogy 10 per hányos, én nem tudok is skálázni. De nem életed legjobb hamburger akkor nem maradj? Nem életem legjobb hamburger, finom egyébként. Árérték arányban szerintem jó, ahogy néztem az ártékát. Igen, korrekt. A várakozás érték arányban nem. Nagyobb konyha, nagyobb konyha és több ember kell ehhez. A Five Guys-ban most nem azért, hogy összehasonlítsam, de ugye egyértelműen az ő mintájukra készült, tehát ezt nem is tagadják. Egyébként nem tagadják. Jövök, mondták is. Úgy abszolút az ő mintájukra épült ez a történet, ott a Five Guys-ba a 8 ember munkáját, itt szerintem 2 ott a konyhába végzi lent. Hát, hogy nincs elég ember. Igen. Na én is megkóstolom, majd a Ricsit megkérem, hogy vegyem fel, mert én is beleharapnék így elsőre, ha lehet. Jaj. Nekem van iMovie-m. Tényleg? Nos, srácok. Azt hogy kell írni? iMovie? Vegyünk most komolyra a figurát. Én a tegnapi Five Guys után tényleg friss élményekkel tudok belekóstolni ebbe. És megmondani, hogy mi a különbség. Az, hogy ez totál más. Ez halálosan más, és őszinte leszek, Ricsi ugye nem evett tegnap velem, mert nem volt velem Bécsbe. Én tegnap 10 per 9-et adtam a Five Guys-ra. Ez 10 per 7. És nem azt mondom, hogy rossz, ez nagyon finom. De a Five Guys-nál azt éreztem, hogy gyerekek, lehet, hogy nekem nő se kell az orgazmushoz, csak egy Five Guys burger. Itt viszont azt érzem, hogy azért hazamennék, és remélem, hogy valaki még becsönget. Nem annyira nagy királyság egyébként. Na, már meg is ura, nem annyira nagy királyság, mint amennyire egyébként a hype-ja, illetve a várakozási idő, a sugallja. Úgyhogy egyetértek a Ricsivel, ezért nem érte meg itt várakozni, de így, hogy a Ricsivel vagyok, így azért unatkozni nem unatkoztunk. Megettük. Az én véleményem először, aztán mindjárt meghallgatom, mert kíváncsi vagyok, hogy meg is etted a Ricsinek a véleményére is. Én azt mondom, hogy amikor azt írtátok nekem, hogy ezért nem kell 500 km-t utazni, mert ugye oda-vissza Bécs azért az annyi majdnem. Hát de. A Five Guys-nak a kajája brutálisan sokkal, de sokkal jobb volt. És sokkal, de sokkal hamarabb, 5 perc alatt megkaptam körülbelül, és 3 órakor mentem, ezt most tegye fel mindenki a kérdés, hogy ez vajon ebédidő vagy nem, de a Steffenplatzon van olyan, hogy csúcsidőn kívüli időszak? Hát ott van csúcsidő, meg csúcsidő. Na, én azt gondolom, igen. Igen, hát ott én után biztos, hogy csúcsidő van. És nem itt gondolsz, hete? Itt most igen, már téged veszek. Az 5 fickóban nem voltam Bécsben. Hogy mondják? Fünfmenner, vagy nem, az úgy nem jó, a Five Guys, az, hogy mondják németül? Hát miért? A Fünfmenner az miért nem jó? Hát az 5 ember, férfi ember, az nem fickót jelent. Ja, az igaz, jó, ezt nem tudom. Na, az 5 fickóban nem voltam, és ez finom volt, kicsit kisebb volt ugye a hús, mint a zsemle, tehát a széle nem volt izé, de a közepén nagyon jól összeértek az ízek, a szósz, meg a saláták, meg a hús. Jó szaftos volt a hús, tehát finom volt igazából. De egy, egy zingbe vagy egy bamba marhába ugyanéltettél volna, nem? Hát szerintem nem ugyanilyet, de ugyanilyen finomat, igen. Na így értettem. Hát figyelj, hete, egyszer jussunk már el egyszer Bécsbe, a Five Guys-ba enned kell. Mert az ehhez képest ízorgia a szádba. Ez halálkom olyan. Jó, nekem olyan volt, mintha 5 ilyen messzelennő, akik jól is néznek ki, így ugrándoznának a nyelveden. Igen? Igen. Itt meg egy egész középszerű nő ugrándozott a nyelveden. 10 hamburger volt? Na jó, nem. Na, hát akkor miről beszélünk? Egyébként én megyek jövő héten Bécsbe. Hétvégén. Akkor csak anyukámmal, úgyhogy... De egyetek a Five Guys-ba hete. Hát nem hiszem. Árértékarányban nem hiszem, hogy nekem megérné, mondtad, hogy drága. Jó, nem, nagyon olcsó. És írjátok meg a komment szekcióba, hogy szeretnétek-e, hogy a Ricsi egyen a Five Guys-ba. De úgyse csinálok róla. Tudom. Nem csinálnál? Nem hiszem, nem szeretek ilyen, azért ilyen éttermes, beülős videót, tudod. Amúgy szombatonként csak ilyen jó nők mászkálnak egyébként az Asztóriánál? Nem tudom, mert én oda nézek a kamerába. Akkor nézelődjünk egy kicsit, jó? Az irodaablakból szoktunk nézelődni, szoktak lenni. Igen? Többet kell bejárnom a belvárosba. Az előbb még utáltad. Hát,
figyelj, ez bármikor változhat, nem? De ez milyen, milyen diskurzus, vagy hogy mondják, dialóg, hogy csak az egyik beszélgető társat lehet? Interjút készítek. De beszélgettünk. Várjál, menjünk közben, mert fogok az interjú nem egy beszélgetés valahol? Hát egy beszélgetés, de egy irányított beszélgetés, tehát ugye egy, nem egy oldalú beszélgetés. De gondoltam, lássák a szebbet. Ja, köszönöm szépen. Ezzel akkor megúsztam? Na hát nekem ilyen izé. Nekem nézek, én szép vagyok, ilyen kultúrpólóba vagyok, ő meg ilyen izé, ilyen márkán reklám. Nem lesz, teljesen tucat. Ha nem telik a Five Guys-ra, meg a... Most nem, ezért már megyünk Tolival? Hamar már megyünk, csak meg akartam mutatni, hogy van kültőskalács ilyenkor később még. Igen, és ebben mi a furcsa? Nem furcsa, azt mondtam, hogy nem telik a Simon's Burger, akkor egyetek kültőskalácsot. Tehát most egy reklám. De hol van? Ott volt, itt mentünk emellett. De és akkor most hol mész? A Troli fele, hol van az? Kérdeztem, hogy nem a Troli felé megyünk, és tovább mentél, ott volt a feljárat. Hát én azt sem tudom, hol a Troli, hát menj már! A villamos megállóba áll meg, de én nem vagyok pesti, ott van 72-es orcikén. Nem, ma kint áll meg. Te csináltad a menetrendet, oda van kiírva, igen. Ott van, nem itt áll meg, hanem kint, mert javítják a villamos vágányokat, és nem tud rajta menni a Troli. Nem én csináltam a menetrendet. Kollégámmal pusztva megállok a másik pontba. Ezek amikor nem parácsony volt, akkor mindig ment a 72-es. Most is megy a 72-es, kérem magadnak. 10 percenként közlekedik még ilyenkor is, nem tudom minek, de én örülök neki, mert nincs rajta tömeg ilyenkor. De és te írod ennek a menetrendjét egyébként? Hát ti más. Ja, jó. Hát ezt nem tudtam. Persze, írj. Na jó van, akkor a 72-esről jelentkezünk.